Most ugye az ABC háromszög csúcsai a következők voltak. Határozd meg az AB oldal egyenes egyenletét, mekkora az ABC háromszög C csúcsához tartozó magassága, és mekkora a háromszög alfaszögének nagysága, és mekkora a háromszög területe. Hát konkrétan ebben az egy feladatban ki van kérdezve minden. Hát nézzük is akkor az elejétől. Hát ugye, hát felírjuk két ponton átmenő egyenes egyenletét, tehát így meg lesz az AB oldal egyenese, ugye az A és B pontokon keresztül. Használjuk a képletet, hát számolunk, és hát megkapjuk, hogy a mínusz 7 az egyenlő x mínusz 4y-nal, tehát ez a legegyszerűbb alakja, de nyilván már ez is egy jó megoldás, csak hát ha lehet, akkor egyszerűsítek 3-mal. Aztán azt mondja, hogy mekkora az ABC háromszög C csúcsához tartozó magasság. De ugye itt a pont és egyenes távolságát kell kiszámolni, tehát itt használom ezt, szintén ezt a képletet, ugye az egyenesem, az ugye az AB egyenes, amit az előbb kaptam, kicsit átrendezem, ugye nullára redukálom, hogy x minusz 4y meg 7, és hát a C pont az pedig a 3,11, ez meg volt adva. Behelyettesítek a képletbe, és hát számolva megkapom azt, hogy a 8,25 lesz kb. Ez a magasság, tehát 8,25 század egység. Aztán mekkora az alfa szög? Ugye itt a két egyenes hajlásszögének a kiszámítása van, tehát hogy megnézem a normál vektorát ennek, abból felírok egy irányvektort, és hát használom gyakorlatilag a képletet itt is, tehát behelyettesítek, és hát megvan, hogy hát ez körülbelül 34, vagy hát nem körülbelül, hanem az 34 osztva 48,1, de, és hogyha én ezt visszakérdezem, akkor ez egy körülbelül 45 fok, vagyis hát lehet, hogy pontosan. És akkor már csak a területre van szükségünk, ugye itt a B feladatban kiszámoltuk már a magasságvonalat, tehát hogyha ezt ismerem, akkor már csak az AB szakasz hosszára van szükség. Ezt kiszámolom, tehát akkor ez 12,37 század, és hát gyakorlatilag ennek köszönhetően a területet gyorsan számolom, hogy az 51 területegység. Megírjuk a választ, hogy a háromszög területe kb. 51 területegység. Aztán hát mai napon még mindig egyenesekkel foglalkozunk, és hát különböző típusokat nézzünk meg, és ez lesz az első példánk. Ugye hát írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely a 2-7 ponton és a két egyenesnek a meccés pontján áthalad. Tehát akkor itt igazából én először mindenképpen ki kell számítanom a meccés pontot, amit most Q-val jelöltünk. Tehát megoldom az egyenletrendszert behelyettesítő módszerrel, kiszámoljuk gyakorlatilag a két meccés pontot, és hogyha megvannak a meccés pontok, akkor y az 57 harmad, így az x helye az pedig 3x 57 harmad, ott kell kivonni a 19-ből, vagyis az pedig mínusz 26 heted. Tehát megvan a Q-nak a meccéspontja, és hát igazából már csak jöhet az egyenes, hiszen megvan a két pont. Itt lehet használni akár a két ponton átmenő egyenes egyenletét is, de hát lehet normál vektort is felírni. Ugye itt normál vektor lesz, ha jól látom felírva, és hát elforgatva így van, és egyszerűsített alakja, és felírjuk az egyenletet. Nyilván lehetett volna használni a két ponton átmenő egyenes egyenletet is, hát azt használtál, amit akartál. És akkor nézzünk egy másik példát. Hát készítsünk valami rajzot, elég bonyolultnak tűnik így elsőre. Van tehát a két magasságvonal egyenese, hívjuk ezeket így, hogy MB és MC, és van az A csúcs a 3-4. Eddig. A célunk az, hogy ebből valahogyan megalkossuk a háromszög oldal egyeneseinek az egyenleteit. Na lássuk csak, először is ez az MB, ez például merőleges az EB-re, ahol az EB az azt akarja jelenteni, hogy ez a B oldal egyenese. Ezt az információt így tudnánk hasznosítani, hogy akkor az EB normál vektora az szintén merőleges az MB normál vektorára. Utóbbi pedig ez, hogy 7-2, amit az egyenes egyenletéből le lehet olvasni, mert hogy 7 darab x van, és mínusz 2 darab y. Nekünk az EB normál vektora kéne, amit úgy kapunk meg, hogy az MB normál vektorát elforgatjuk 90 fokkal,
Ez pedig úgy történik, hogy a koordinátákat fölcseréljük, és az egyiket beszorozzuk -1-gyel. Jelenleg tehát ott tartunk, hogy az EB-nek megvan egy darab normál vektora, ami igazán remek hír. Ezt fel is írjuk magunknak ide. Aztán még jobb hír, hogy ezen az egyenesen rajta van az A csúcs, a 3-4 pont, vagyis ennek az egyenesnek az egyenletét igazán könnyen elő tudjuk állítani a képlet segítségével. Ez lesz, hogy 2x-3, meg 7y-4 egyenlő 0, ha pedig picit felbontjuk a zárójeleket, nos akkor az, hogy 2x, meg 7y, meg 22 egyenlő 0. Az egyik egyenessel tehát megvolnánk. Lássuk most, mi a helyzet ezzel a másik egyenessel, vagyis a C oldal egyenesével. Ennek a C oldal egyenesének normál vektora az úgy lesz, hogy az MC normál vektorát fogjuk 90 fokkal elforgatni. Az MC ugyanis merőleges az EC-re, így aztán a normál vektoraik is merőlegesek egymásra, és az MC-nek a normál vektora az ez, hogy 2-7. Amit ha elforgatunk 90 fokkal, akkor az a 7-2, és így megvan az EC normál vektora. A pont, az pedig már megint az A pont, mert hogy ez rajta van ezen is, és az egyenes egyenlete, hát az megint nem túl bonyolult, fölbontjuk a zárójeleket, és ez is megvan. 7x meg 2y mínusz 13 egyenlő 0. Úgyhogy már megvan a B oldal és a C oldal egyenese is, hiányzik még az A oldal egyenese. Ezt meglehetősen lehangoló módon fogjuk megkapni, ugyanis rengeteget kell hozzá számolni. Előállítjuk például a B csúcsát a háromszögnek, így, hogy MB, metszet, EC, tehát ennek a két egyenesnek ki kell számolni a metszés pontját. Na most itt egy kicsit gyorsítunk, tehát hogy ne annyira hosszadalmasan magyarázza a fiatalember. Tehát, hogy itt ugye hasonlóan az előzőekhez gyorsan számoljuk a metszés pontot. Tehát akkor így az Y az 3, az X az pedig hát ebből következően tulajdonképpen 1. Tehát a B csúcs az 1-3. Hát hasonlóképpen ugye ki tudjuk számolni a C csúcsnak a koordinátáját, tehát itt is gyorsított eljárásban számolunk, és itt meg azt kapjuk, hogy az X az mínusz 4, az Y pedig mínusz 2. Hát, hogyha ez megvan, akkor nincs más dolgunk, mint hogy a két ponton átmenő egyenes egyenletét például felírjuk. Ugye ő normál vektort fog használni, igazából csak a végeredményt fogom megmutatni, mert hát ezt már mindegy jön tudja számolni reményeim szerint. Tehát, ha jól számoltál, akkor itt az X minusz Y meg 2 egyenlő 0-át, vagy X minusz Y egyenlő mínusz 2-t kaptál, tehát ez nézőpont kérdése. De úgy alapjáton ezt az egyenest kellett megkapni. És akkor már csak a házi feladat van hátra, ami hát ez lesz, kicsit sokat kell számolni, de hát a célnak megfelel a gyakorlásra.